Nyolcadik alkalommal került megrendezésre Tamásiban az atlétikai verseny, ahol kalapácsvető és diszkoszvető számban mérhették össze tudásukat a versenyzők. Ez a verseny most már tulajdonképpen mindig ősszel, október vége fele, ilyen hagyomány szerint, ilyen évad zárószerű versenyként fog szerepelni, meg szerepelt eddig is. Ebben a versenyen mindenféle korosztály indul. Egészen most jelen pillanatban például az U6-ostól, tehát a 6 évestől kezdve a 85 éves korig van versenyző, de korábbi időszakban is az U12-től a 80 felettiekig minden korosztályban szoktak versenyzőink lenni. Az eseményen közel 40-en mérhették össze erejüket 4 különböző versenyszámban. Amit még tudni kell az egyesületünkről, hogy Tamásiban a legeredményesebb egyesület, hiszen rengeteg korosztályban tudunk részt venni versenyeken, országos bajnokságokon és nemzetközi szinten is meg tudunk jelenni, ugyanis jelenleg az egyesületnek 2 válogatott atlétája van, az U16-os korosztályban Kimmel Tamás János kalapácsvetésből, és az U18-as korosztályban pedig Beke Zétény szintén kalapácsvetésből. Tehát egy ilyen kisvárosba elmondani azt, hogy 2 válogatott atlétája is van, ez nagyon nagy büszkeségünk. Beke Zétény az U18-as korosztályból rengeteg szép eredménnyel büszkélkedhet már, akinek közeljövő tervei között az európai bajnokság szerepel. A sportot egy ilyen 7 éve kezdtem, ugye ez így úgy jött nekem, hogy ugye apukám az ismerte bandibát, meg ő is régen atléta volt, ezért egyszer kihozott egy edzésre. Hát nekem ez nagyon megtetszett az elején, meg még mindig tetszik, az a lényeg. És hát így megragadt most bennem, hogy most jó is megy, most válogatott atléta is lettem idén. Bekerültem a Heraklész programba, ez azt jelenti, hogy lesznek edzőtáborok. Kimmel Tamás János kalapácsvetésben már válogatott atléta, akinek távlati céljai között az olimpia szerepel. Hát ezt a sportot kb. 2 évvel ezelőtt kezdtem el. Eddig Erdélynél kijutottam most idén Szlovákiába, ott 5. lettem 4-es kalapácsból. Ez egy hónap ezelőtt volt egy szombathelyen egy verseny, ott is 4-esből második, meg 5-esből is második lettem. És ugye ez most jelenleg ennyi így ez évi teljesítményem. Stefanovics Ágnes, ha épp nem a vajudó kismamákat segíti, akkor az atlétikai pályán edz. Nem is akárhogy. Súlyt lök, kalapácsot és diszkoszt vet. Most már több mint 20 éve üzemes a sportágat. Idei évben Európa bajnoki 2. helyezett voltam. Dobó 5 próbába 3. helyezett gerelyhajításban. Grosen Pál a tamási versenyen saját korosztályában 1. helyezést ért el, de Európa-bajnok címet és világcsúcsot is nyert már a korábbi években. Testnevelő tanár voltam, atlétaedző, atléta szakedző, és így, amikor befejeztem az aktív edzősködést, maradt az, hogy nem, itt maradok az atlétikánál, és én magam művelem tovább. A rendezvény kiválóan megmutatja, hogy a sport és a sport szeretete összeköti az embereket.